Évek óta mérünk Matrix Drops komputerrel, és talán reggelig sorolhatnám azokat a csodáknak a sorát, amik bekövetkeztek, azokat a csodálatos gyógyulásokat, de most talán két dologra szeretnék felhívni a figyelmet, amikor csak és kizárólag a Matrixok erejével tudtunk segíteni. És az egyik, az legnagyobb probléma az az antibiotikum rezisztens törzseknek a jelenléte, a néha immunszuprimált, néha kemoterápiás betegeknél, amivel semmivel se tudnak megszabadulni tőlük, és a több esetem is van, talán mindent egyenként véve rezisztens E. coli fertőzéseket oldottunk meg, úgyhogy bevették a 691-es Matrix Drops kivezető információját, és évekig tartó fertőzéseiktől szabadultak meg, úgyhogy most már lassan egy éve semmiféle tünetük nincsen. Vagy volt egy olyan úriembernek az esete, akinek rezisztens fertőzése volt, például prostatagyulladása, véres prostataválladékkal, semmivel nem tudták megszabadítani, számtalan antibiotikum kezelésen túl volt már, mindenre rezisztens volt, és pár nap alatt megszabadult a tüneteitől, két éve abszolút nincsen visszatérő fertőzése, és teljesen jól van. De sorolhatnám a Dermodex brevis rezisztens fertőzéseket, vagy akár a hepatitis B, hepatitis C fertőzéseket. Sokszor terhesség alatt derül ki, hogy hoppá, az anyukának B hepatitisze van. Ilyenkor semmiféle terápiát nem alkalmazhatnak, és sajnos a baba úgy születik meg, hogy hordozó lesz, és élete végéig, hogyha nem ürítik ki Matrix Dropsokkal ezt a fertőzést, hordozni fogja a vírust. Tehát ezek az esetek semmi mással meg nem oldhatóak. Vagy történetek, és ez a szívem csücske, a Matrix babák. Sajnos egyre több problémát okoz az, hogy 5-ből egy pár már sajnos természetes úton nem tud fogadni, ilyen szomorúak az adatok, de a visszatérő vetélések száma is óriásira megnövekedett. 136%-os növekedés van a legújabb adatok szerint a 2010-es adatokhoz mérve. És a legnagyobb és legkiterjedtebb orvosi vizsgálatokkal is az esetek felében nem lehet kideríteni, hogy mi van a háttérben. És ilyenkor például egy Matrix Drops komputeres mérés feltárja a háttérben lévő információzavarokat. Néha nagyon egyszerű dolgok vannak, például földsugárzás a nemi zónák felett, és emiatt nem jön a baba. Máskor hormonzavarok vannak a háttérben, és emiatt nem jön a baba. Vissza lehet Matrixokkal hangulni nagyon ügyesen. Táplálékváltoztatás, tehát a táplálékba való változtatások, elsősorban a szója alapú ételeknek a kerülésevel, magának a Matrix Drops protokollnak a betartásával, és ilyenkor mindig külön öröm, amikor jön az új élet, és segítünk ezeknek a pároknak. És életem egyik legnagyobb csodája egy fiatalember. Nagyon erős fizikai kifejtés után izomrángások jöttek nála létre, erről már talán beszéltem, és ezek az izomrángások olyan erős fokú fájdalmat okoztak nála, nem szűntek, olyan erős fájdalmat okoztak nála, hogy morfium típusú fájdalomcsillapítókra került, hetekig kórházba került, és egyszerűen nem tudott már élni ezekkel a fájdalmakkal. Hetek után, amikor már nem tudták, hogy mit csináljanak, kiengedték a kórházból, és persze azonnal oda mentünk, a Matrix SOS doboznak a fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Tehát kisgyerekes családoknál, vagy bárhol elengedhetetlen az SOS Matrix doboz. Benne vannak mindazok az információk, amelyek segítenek, például fejsérülés, leesik a gyerek, hanyingere van, hasmenése van, stb. Tehát, hogy minden, megnéztük a Matrix Drops SOS dobozba, milyen információk növelnek az auráján, odaadtuk a megfelelő információkat, kitoltuk az ágyát a hosszvizérből, és egy hét alatt megszabadult a fájdalomcsillapítóktól, nem volt izomrángása. Ez a fiatalember, aki már hónapok óta kínlódott, 3 hét múlva iskolába volt, és a történetnek nincs vége.
felmentünk az Isten székére, és fogolyszabadító nagy boldogasszony napján véletlenek nincsenek, és lekísért minket, ugye sok aprósággal voltunk, kicsi gyerekekkel, lekísért minket egy hegyi mentő. És tőle tudtuk meg, hogy ez a fiatalember úgy döntött, hogy életeket ment. Hegyi mentő lett. És talán ez a legnagyobb öröm. Köszönöm.